Dicsértessék a Jézus Krisztus, ez a Krédó Katolikus Krónika, a Győri Egyházmegye hitéleti magazinja. Nézzük, mi lesz a mai műsorban. Nagy boldogasszony, a Székesegyház búcsúját ünnepelték. Veni Sancte Spiritus, megkezdődött a tanév. Mária megkoronázása, új szobor a Püspökvár kertjében. Zenélő udvarok, részfúvós koncert. Mária erejével. Megnyílt Petrás Mária és Petrás Alina időszaki tárlata. Tartsanak velünk az elkövetkezendő fél órában. A mennyekbe felvett szűzanya a Győri Egyházmegyének és a főtemplomának is a védőszentje. A búcsúnapján Veres András megyés püspök mutatott be szent misét. A templom védőszentjének ünnepéhez búcsúnyerési lehetőség kapcsolódik. Erre hívta fel a figyelmet a Szent Mise elején a Győri Egyházmegye főpásztora. Különleges kiváltságunkkal jár egy búcsúnvaló részvétel. Így, ha valaki kegyelmi állapotban van, szent áldozáshoz járul és imádkozik a Szent Atya szándékára, búcsút mondhat bűnei minden terhének. Ahogy Szent István annak idején felajánlotta országunkat, Nagy Boldogasszony ünnepén Istennek és a Szűzanyának, ugyanúgy tegyük meg mi is, családunkat, népünket, nemzetünket ajánljuk a Szűzanya oltalmába, Isten szeretetére. Az evangéliumban felhangzott a Magnifikát, Mária hála éneke. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta a lázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Szűz Mária mennybevételének dogmáját 1950-ben hirdette ki 12. Pius pápa, de már a 4. századtól van képzőművészeti ábrázolása annak, hogy a hívek a szűzanyát úgy tisztelték, aki halála pillanatában részesévé vált Isten dicsőségének, mert testestől, lelkestől mennybe vette Isten, emlékeztetett szentbeszédében a főpásztor. A szűzanya, hallottuk a Magnifikátban, azt mondja, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Érthető, és ezt hangoztatnunk is kell, a szűzanya dicsőítésének és tiszteletének csak Krisztussal való viszonyában van létjogosultsága és értelme. Legyen bátorító példa az ő megdicsőülése, és legyen lelkiismereti kötelességünk, hogy erről másokat is tanítsunk, kérte az egybegyülteket a megyés püspök. Ne feledkezzünk el erről az ünnepről. Nem sikerül már többszöri próbálkozás után sem, hogy Magyarországon is, úgy, mint a környékbeli országokban Nagy Boldogasszony ünnepe, munkaszüneti nap legyen, majd egyszer hátha mégis sikerülni fog. De az igazán hívő emberek munkanap ellenére is eljönnek, legalább így az esti órában, hogy köszöntsék a szűzanyát, adjanak hálát Istennek az ő megdicsőítéséért, és kérjük szeretteink és magunk számára,
az ő mennyei pártfogását. A győri Nagyboldogasszony székesegyházban több alkotást is láthatunk, amely a szűzanya életét ábrázolja. A főoltárkép mellett a Szent Anna oltáron és az északi mellékhajó egyik mennyezeti képén is felfedezhetjük Szűz Máriát. A Szentlélek segítségül hívásával kezdték meg iskoláink az új tanévet. Imádkozzunk mi is a jövő nemzedékéért. A győri Prohászka iskola diákjai a Nagyboldogasszony székesegyházban gyűltek össze a tanévnyitó szentmisére. Bár Panna eddig is ebbe az iskolába járt, most a 7. osztályt mint gimnazista kezdi meg. Nagyon izgulok, mert nagyon sok új tanárunk lehet, új osztálytársunk. Sok új tantárgy lesz, amit várok is, van, amit egy kicsit félek, tartok. De remélem, hogy jól fog sikerülni ez a tanév. A 12. évfolyam számára ez az év a célegyenes felé visz. Az év végén érettségi vizsgát tesznek. Kicsit azért másabb, mint egy szokványos tanév, de igazából úgy vagyok vele, hogy ezen is túl kell lenni. Ugyanúgy oda teszem magamat az iskolába, tanulok rendesen a diáktársaimmal együtt. Ti pedig Isten számítőrgyen épülete vagytok. A Prohászkához hasonlóan a győri egyházmegye több intézményében, így a soproni Szent Orsolyában és a győri aporiskolában is Veres András megyés püspök mutatta be a Szent Lelket hívó tanévnyitó szentmisét. Mi, hívő emberek, minden tevékenységünkhöz Isten segítségét hívjuk, hiszen tudjuk, hogy nélküle semmit sem tehetünk, hiszen pusztán az, hogy létezünk, az az ő ajándéka. A főpásztor szentbeszédében emlékeztetett, a tanév elején szükséges arra utalni, hogy kivételezett helyzetben vannak, akik egy katolikus iskolában tanulhatnak. Ezek az intézmények azért jöttek létre, hogy mind intellektuálisan, mind lelkileg úgy vezessék a diákokat, segítsenek nekik a növekedésben, hogy felnőtt keresztény módjára tudjanak gondolkodni. Mi emberek kereshetünk magunknak másféle utakat, de ha eltérünk az Isten útjától, aminek nagyon sokféle változata van, de ha letérünk arról az útról, önmagunk számára teremtjük meg a boldogtalanságot, sőt, kisarkított módon hadd fogalmazzak, a pokol feltámadásunk után nem más, mint az Isten nélküli állapot. De vannak, akik már a föld életben kialakítják maguk körül a poklot, az Isten nélküli életet, és csodálkoznak, hogy nem tudnak boldogok lenni, hogy nekik az életben semmi sem sikerül. Ideig, óráig fut a szekér, de el fog jönni mindenki életében a pillanat, amikor rá fog döbbenni, hogy Isten nélkül mindez hiába való volt. Az új tanév új lehetőségeket hordoz magában, amit a diákok nevelőik apostolkodása mellett lelki fejlődésükre is felhasználhatnak. Szeptember 1-e. Lehet, hogy a diákoknak nem mindig egy felhőtlen nap, de azt gondolom, hogy ha szívünkbe nézünk, mindig egy új iskolai év kezdete sok lehetőséget kínál számunkra. Egyrészt a Jóisten megadja annak lehetőségét, hogy ebben az esztendőben testben is növekedjünk, de nem utolsó sorban szellemiekben, lelkiekben, és a katolikus intézményeink, óvodáink, iskoláink ezt szeretnék szolgálni, és a szülőknek az a legfőbb vágya, hogy gyermekeiket olyan helyen tudhassák, ahol a keresztény érték szerint nevelődnek. Kedves diákok, a ti eldöntéseteken, a ti szándékotokon múlik az, hogy ezt az esztendőt jól használjátok-e föl, én bízom benne, hogy mindnyájan örömmel álltok ebbe a munkába, amelyet tanáraitok, nevelőitek fognak vezetni, Isten segítsen mindnyájatokat. A győri egyházmegye 6 településen tart fenn iskolát, amelyekben közel 4500 általános iskolás és gimnazista jár. 8 óvodába pedig közel 1000 gyermeket nevelnek. A Püspökvár kertjében több műalkotás is található.
A közelmúltban a mögöttem látható szobormásolattal gazdagodott az udvar. Szeretlek és hallok, én szívembe zárlak. Mária, Mária, bűnösök szószólója. Katolikus egyházunk augusztus 22-én Szűz Mária királynő ünnepét tartja. Ezen a napon a Lorettói litániával köszöntötték a szűzanyát a Győri Egyház megyei hivatal munkatársai és a megjelent hívek a püspökvár kertjében. Az elmúlt időben több szobrot felállítottunk itt a püspökség kertjében, hiszen egy gyönyörű park, ahová még ezek a szobrok szépen beillenek, és ebből az alkalomból a város egyik közismert szobrásza, Lebó Ferenc szólított meg azzal az ötletével, hogy ő évekkel ezelőtt az Eszterházi palota homlokzatára készített egy a korábban ott lévő faragott szobor helyére egy öntvényszobrot Szűz Mária megkoronázásáról, és ha már dolgozott vele, akkor mindjárt kettőt készített, egyik ott van most is a palota homlokzatán, az eredeti védett kőfaragott szobor az bent van a múzeumban, és ez pedig az ő műtermében volt, és azt mondta, hogy ezt szívesen fölkínálná a püspökség számára. Így építettük meg ezt a kis szoborszéket, amely helyet ad ennek a szobornak. A szoborszéken a Magnifikátból vett részlet olvasható. Nagyot tett velem a hatalmas és szent az ő neve. A kompozícióban felismerhetjük az atyát és a fiút, a Szentlélek az ismert galamb szimbólumban fedezhető fel. Szűz Mária fejét korona ékesíti. Szent Háromság megkoronázza a mennybe fölvett szűzanyát, és ennek ma van az ünnepe, azért ma áldottuk meg, és bízom benne, hogy sok kegyelem forrása lesz, és sokan fognak imádkozni, hiszen hála Istennek nagyon sok alkalmunk van arra, hogy ide a püspökvár udvarába beüljenek az emberek, és bízom benne, hogy egyrészt a szépségét is a szobornak rá fognak csodálkozni, és a kegyelem forrás lehetőségét is meglátják benne. Ez a szobor is abban segítheti a szemlélőt, hogy a művészi ábrázoláson keresztül elmélkedjen hitünk tanításáról. Mindenható örök Istenünk, te helyesnek tartod, hogy szentjeid emlékére képeket és szobrokat állítsunk, hogy valahányszor testi szemünkkel ezekre az alkotásokra tekintünk, szentjeid életpéldájára figyeljünk, és közben járásukat kérjük hívő lélekkel hozzád, a teremtett világ urához és gondviselő Istenéhez imádkozzunk, a te tanításodról elmélkedjünk, és életünket a te evangéliumodhoz igazítsuk. Kérünk Istenünk, árasz ki ajándékaidat erre a kis épületre, és áld meg ezt a szobrot, amelyet a boldogságos Szűz Mária királynő tiszteletére állítottunk. Add kérünk, hogy akik itt imádságos lélekkel a szűzanya közben járását kérik, a te irgalmas szereteted által minden szükségükben nyerjék el, amiért hittel esedeznek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az alkotás elkészítését és felállítását többen is támogatták. Nevüket egy táblán örökítették meg. Egy másik különleges eseménynek is otthont adott a kert. A Zenélő udvarok sorozat keretében egy részfúvós együttes szórakoztatta itt a közönséget. Több mint másfél száz nézőt vonzott a Zenélő udvarok koncertsorozat azon estje, amelyet a püspökvár kertjében tartottak.
Tavaly véletlenül bukkantunk rá a kőtárban tartott koncertre, épp elsétáltunk a nyitott kapu előtt, úgyhogy idén már figyeltük, hogy lesz-e folytatása, és a nyitó koncerten is voltunk, és a múlt heti koncerten is, és most itt vagyunk, reméljük, hogy a mai is nagyon szép lesz, nagy élményt fog jelenteni. Ezt a nyári koncertsorozatot 2021-ben indította a Győri Filharmonikus Zenekar. A hangversenyek egy részét ismert, más előadásokat felfedezésre váró helyeken tartanak. Leginkább kamara együttesekkel, vagy vonózenekarral, vagy kicsit kibővített vonózenekarral. Én azt hiszem, hogy annyira csodálatos udvaraink vannak így Győrbe, olyan csodálatos helyszínek, amik nem pusztán egy jó koncert helyszínek, hanem számunkra is egy elképesztő meglepő élményeket generálnak. A koncertekre járó közönség így a nyári melegben sem marad zenei élmény nélkül. Az igazság rendszeres hangversenylátogatók vagyunk, és ilyenkor nyáron szeret ezt a könnyedebb, lazább stílusra, nem kell fölöltözni, egy kis lehet jönni rüdnadrágba is, és hát valóban így van, hogy én nekem a kedvenceim közé tartoznak a fogósok. A püspökvár középkori eredetű, mai formáját Zichy Ferenc püspök idején nyerte el. A történelmi falak árnyékában, szabad téren más a hangulata a muzsikának. Eleve az, hogy egy kamarazenekarra játszunk, az már egy sokkal közvetlenebb találkozás. De az, hogy egy ilyen csodálatos helyszínen, mint ez is, ez meg még rátesz egy jó nagy lapáttal, hiszen nem pusztán az, hogy egy szép zenét játszó együttes, vagy jó zenék azok, amik érdekesek, hanem a helyszín meg, hát amit itt láthatunk hátul, hát ez maga a csoda. A különleges helyszín tehát a zenészeket is inspirálja, kiemeli a megszokott környezetből. A Népek Zenéje című műsorukat főként gyermekeknek, ifjúsági koncerteken szokták játszani. Legfontosabb az, hogy bemutassuk nekik egyrészt a hangszereket, amin játszunk, másrészt pedig a különböző népeknek a kultúráját, zenéjét, hangulatát meg tudjuk eleveníteni. Itt lesz mindenféle, tehát könnyű zene, jazz, lesz egy kis latin tánczene, de hát természetesen a komoly zenétől sem szeretnénk eltávolodni, hát mégiscsak klasszikus muzsikusok vagyunk. A zeneszámok között pedig sok érdekesség hangzott el hangszerekről, zeneszerzőkről, műfajokról. A zenélő udvarok estre ellátogatók különleges zenei élménnyel távozhattak a püspökvár udvarából. Különböző korokat és országokat barangolhattak be a változatos zenei stílusok közt a muzsika szárnyán. Néhány nappal Nagy Boldogasszony ünnep előtt nyílt Petrás Mária és lánya, Petrás Alina kiállítása a Triangulum galériában. A Mária erejével című tárlat különleges élményt nyújt a látogatóknak. Petrás Máriát kerámiái mellett a népdal énekléséről ismeri a nagyvilág. A kiállítás megnyitóján lélekig hatoló zenei élménnyel kápráztatták el a látogatókat,
akiket Veres András megyés püspök is köszöntött. Ha egyszer megnézi az ember, az nagyon kevés. Sokszor kell előttük elidőzni, és akkor reménykedhetünk abban, hogy mindaz, amit a művésznő órákon, napokon, esetleg hónapokon keresztül bele tudott formázni ezekbe az alkotásokba, az valamiképpen ránk is tud hatni, hiszen a Jóisten szeretetét és az ő jóságát akarják ezek az alkotások is, miként az énekek továbbadni, erre akarják fölhívni a figyelmet, és biztos vagyok benne, ha erre szánunk elég időt, akkor részünk is lesz benne. Petrás Mária munkássága megkerülhetetlen nemzetünk művészetében, emelte ki Tég Uzorán Anna a kiállítás megnyitóján. A csángó kultúrát, amelybe ő beleszületett, s amelynek központjában mindig is Szűz Mária állt, lányával is sikerült megismertetni és megszerettetni. Petrás Mária szakrális kerámiáin megjelenő Mária mosolyog. Észtartása a legősibb anyai mozdulatokat őrzi. A kisded Jézussal megjelenített Szűz anya nyugalma, szeretete, hite beragyogja a szemlélőt. A Babba Máriák a magyar hitvilág ősanya vagy Szűz anya pontuszát élesztik újjá. Az Isten csendjét és a mi életünket őrző angyalok pedig a szeretet gyakorlására figyelmeztetnek. Petrás Mária figurális világa könnyen megfogja az érdeklődők szívét, hiszen domborművein és szobrain megjelenő alakjai épp úgy légiesen égiek, mint ahogy emberközeliek egyben. Varázslatos színeik vagy éppen pasztelhatásuk más-más üzenetet közvetítenek. Az egyedülálló alkotások a moldvai csángó magyar kultúrát ötvözik, ősi üzenetet közvetítenek. Szűz Mária motívuma nem csak ennek a kiállításnak a főszereplője, hanem a művésznő életében is az egyik legmeghatározóbb elem. A szeretet, az erő, a bölcsesség, a tisztaság forrása, amely megkerülhetetlen egy család anya számára. A művésznőnek nem csak az életben, hanem az alkotás során is fontos a hit, az imádság. Én úgy állok neki, az az igazság, hogy én nem vagyok egy tervező. Nem vagyok egy tervező. Én másképp készülődöm fel. Én nem megtervezek valamit, és akkor nekivágok, hanem én hallgatok szakrális zenéket, minden szakrális zenét, amihez hozzá lehet jutni, és nem a maiakat, hanem a minél régebbi, én úgy érzem, hogy abban még több erő van, minél régebbi egy zene. Ha nem is, nincs is szövege, vagy nem is érdekel annyira a szövege, mert a régi zenékbe, a régi hangokba néha úgy érzem, hogy olyan nagy erő volt, mint a mondjuk a Gregoriánokban nem is, először nem is volt szöveg. Nem kellett szöveg. Olyan csodálatosak voltak a hangok, hogy hogy rakták ezt a hangokat, még hogy énekelték, még benne volt az hogy minek énekelik. Isten dicsérni, a teremtőt, a mindenséget, a felsőbbrendű erőket énekelték meg. Petrás Alina beleszületett a művészetbe. Bár kisgyerek kora óta sokat segített a műteremben,
Először nem is gondolt arra, hogy egyszer majd édesanyja nyomdokaiba lép, aki ma már mestere is egyben. A témái sokszor azonosak, ám a megközelítés teljesen más a fiatal művésznőnél. Őt a magyar motívumok, a jelképek világa foglalkoztatja. Szereti az életfa, a tulipán és a napmotívumot. Újraalkotja, újraformálja, amit az ősök hagytak ránk. Minden műve a remény, az újjászületés üzenetét hordozza. Azért is egészíti ki egymást édesanyám munkáival, mivel hogy a tulipán az is magyar jelképmotívum. Ez pedig a természetességnek a jelképe, mint Szűz Mária, ugye a Szűz anyám, és a Jézus hozta nekünk, hogy megváltson minket. Sokszor úgy szokták mondani, hogy a tulipán az a Szűz Mária virága is. A Triangulum Galéria legújabb kiállítását többször is érdemes megtekinteni, hiszen amellett, hogy az alkotások mindig tudnak újat nyújtani, rajtuk keresztül a teremtő üzenete is tükröződnek, szemlélésük közben lelkünk egy kicsit megnyugszik, megpihen. A tárlat szeptember 25-éig látogatható. Műsorunk végén két közeli eseményre invitálom Önöket. Szeptember 12-én hétfőn délután 5 órakor körmenet indul a Györgyárvárosi Jézus Szíve templom elől Kiskútra, ahol a felújított segítő Mária kápolnát áldja meg Veres András megyéspüspök. Jöjjünk el és minél többen tegyünk tanúságot hitünkről. Másnap 13-án áldja meg főpásztorunk a Székesegyház 6 új harangját. A Szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik. Ez volt a Krédó Katolikus Krónika, a Győri Egyházmegye hitéleti magazin műsora. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!